Mozgalmasan telt a téli pihenő a Nyíregyháza Spartakusznál, már ami a szakmai stábot érintő változásokat illeti. A klub vezetése még karácsony előtt megegyezett a legutóbb a Vácot irányító Zoláns Pisiákkal, aki vezetőedzőként, valamint sportigazgatóként dolgozik a jövőben a piros-kékek sikeréért. A korábban Magyarországon Debrecenben, Újpesten és Békés Csabán is ténykedő szakemberrel érkezett Purgony Árpád is, aki szakmai igazgatóként dolgozik majd a klubnál, úgy, hogy az utánpótlás felügyelete is hozzátartozik. A korábbi szakmai stáb tagjaira is számít az új vezetőedző, aki szerint ősszel jócskán maradtak pontok a csapatban. Amikor Spariról van szó, nem volt olyan nehéz ezt a döntést elhozni, mert én Sparit már éveken keresztül figyelem, még Debrecenben dolgoztam. Tudom, hogy milyen kapacitású, milyen kalibrú klubról, meg csapatról van szó. Azt mondom, hogy nem volt nehéz ezt a döntést hozni, és úgy dönteni, hogy itt szeretnénk tovább dolgozni. A tabella mutatja egyrészt, és ez a realitást, ebből kell indulnunk, hogy 11. helyen áll most ebben a pillanatban a csapat. A játékosom, a kapacitás belül azt mondom, hogy sokkal több van. Kielemezve, hogy a csapat mennyi rutin van, azt mondom, hogy ők top 5-ben vannak. Ha nézzük a másik oldalt, a transfer market értékelés szempontból, akkor top 6-ban vannak. Azt mondom, hogy nem véletlen, hogy ez a klub ennyit investált és ilyen játékosokat hozott ide. Igazából az igazság az, hogy ebbe a pillanatban még nem hozták ki magukból a maximum. Nekünk a feladat, hogy ezt próbáljuk ebbe a fél be maximumra tolni, hogy most az top 6-ban lesz, vagy top 8-ban, az úgyis majd a bajnokság eldönti, de mindenféleképpen nagyon szeretnék ott top részben lenni. Az idei első edzésen 26 futballista vett részt, köztük volt a sérülés után visszatérő Gyurján Bence, Nagy Tamás és Gulyás Máté is. A csapatkapitány Fodor Ferenc a pályán és azon kívüli segítségére szeretne lenni az új vezetőedzőnek. A munkáját szeretném én is mindenben támogatni, illetve segíteni a helyi adottságokhoz, hogy még jobban és még gyorsabban tudjon alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy játékosként semmi más teendőm nincs, ugyanaz, mint eddig. Edzéseken és a meccsen 100%-ot nyújtani. Biztos, hogy a közönség is és a klub is eredményeket vár tőlünk, úgyhogy bízom benne, hogy az idei szezon az sikeresebb lesz, mint az előző. Változás egyelőre nincs a játékos keretben, az esetleges távozókról, illetve érkezőkről a vezetőedző szerint még korai beszélni. Ebben a pillanatban a fókusz azon van, hogy ezt a csapatot hozzuk fel a maximumra, és akkor döntsük, hogy kell és hol kell erősíteni. A nyíregyháziak január 12-ig hazai környezetben készülnek, majd aznap már edzőmeccset is játszanak. Másnap a törökországi Larába utazik a csapat, ahol két héten keresztül edzőtáboroznak Fodorék. Ez alatt a román Hermenstadt, a kazak Shakhtar Karagandi, a német Wacker Nordhausen, a szerb Spartak Subotica és az orosz Krasznodar ellen lép pályára Zoláns Pisiák együttese. A tavaszi szezon nyitányán február 3-án Budaörsön vendégszerepel a Nyíregyháza Spartakusz.